Kedves kis legény lakásban, az óra éjfélre jár. Zenétől hangos az utca, fújják már a trombitát. Hallod, hogy fújják a kürtőt, hallod-e a zene szót? Estére indul az ezred, estére én is megyek. Odakőn a csatatényre, az ezred pihenni tér. Csak a hadnagy van még ébren, papírt és ceruzát kér. Érzi, hogy valaki várja, érzi, hogy valaki sír. Fejét a kezére hajtja, és aztán csendesen ír. Másnapon feljön a hajnal, megkezdődik a nagy harc. Nem sejti senki sem azt, hogy megsebesül a hadnagy. Csinos nő ül ágya mellett, karján a vörös kereszt. Csendesen lesül a szobát, a beteg most ébredezt. Doktornő csak arra kéne, adja ki tiszti ruhát, hogy menjek a csatatérre, hadd védjem édes hazám. Nem lehet, felelt a doktor, beteg még a hadnagy úr. Még aznap éjjel a hadnagy megszökött a kórházból. Későbbként a csatatéren vörösbe száll le a nap. Ott fekszik holton a hadnagy, mellette térdel apak. Mellette térdel még apak, lesi a hadnagy szavát. Szíve még utolsó dobban, a lelke a mennybe száll. Levelet hozott a posta, amely a hadnagyról szól. Az ezredes elolvassa, és így szól a postáshoz, hogy mondják meg annak a lánynak, ne várja a hadnagyát. Odakint a csatatére, szívébe golyó talált. Csendes kis leány lakásban sírott egy gyönyörű lány. Fejét a kezére hajtja, és sírhatja a hadnagyát. Csendes kis leány lakásban meghalt egy gyönyörű lány. Hegyes tört szúrt a szívébe, elment a hadnagy után. Hegyes tört szúrt a szívébe, elment a nagy után.